Három, kettő, egy. A verseny az 500 méteres gyerekfutammal indult, a szeles időjárás ellenére sokan kilátogattak a gátra, hogy bizonyítsanak. A felnőttek 3,2, 7,2 és 10 kilométeres távon is összemérhették tudásukat. A futók itt nem csak a célra koncentrálhattak, hanem gyönyörködhettek is a festői szépségű tájban. Én a 3,2 kilométeres távon indulok, ez a rövid táv a felnőttek kategóriájában. És igazából azért, mert mivel ugye a természetet is szeretem, illetve a sportot, mozgást is, és mint igazgatósági dolgozó nem is volt kérdés, hogy elindulok. Mert tavaly is részt vettem, tavaly előtt, mint szervező, úgyhogy idén sem volt kérdés számomra ez, hogy elinduljak. A rendezvény iránt minden évben nagy az érdeklődés, már előzetesen is több mint 100-an neveztek a különböző versenyszámokra, amellyel több célja is van az igazgatóságnak. Ezzel az a célunk, hogy a vízügyi ágazatban dolgozó kollégáink előtt is szelegjünk, és tulajdonképpen a civil társadalom részére megismertessük az itt folyó munkát, egyrészt, másrészt pedig a vízügyi létesítményekbe betekintést nyerhessenek a résztvevők, harmadrészt pedig egy egészséges mozgás alakuljon ki, egy olyan tevékenységet végezhessenek, olyan szabadidős tevékenységet a résztvevők, amelyek talán az egészségükre válik. Az országos kezdeményezésnek ma már számos támogatója van, többek között a Magyar Hidrológiai Társaság és a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete, a Kölcsei Televízió, valamint egy sportszereket forgalmazó áruház. Nagyon-nagyon fontos, hogy idén már másodjára vagyunk ezen a rendezvényen jelen. Az első és a legfontosabb, ami miatt szerettük volna támogatni idén is a rendezvényt, az nem más, mint a sport. Szeretnénk a sportolást elérhetővé tenni a lehető legtöbb ember számára. Igaz ez a felnőttekre és a gyerekekre is. Kiemelten figyelünk a gyerekekre. Nagyon szeretnénk, hogy minél többen megismerhessék, hogy milyen is elkezdeni mozogni, milyen is maga a futásnak az öröme. És hát a másik pedig maga a környezetvédelem. Szeretnénk hangsúlyt fektetni arra, hogy a lehető legszélesebb körbe ennek a fontosságát is megismertethessük, és be tudjunk állni egy ilyen rendezvény mellé. A verseny ideje alatt az érdeklődők előtt megnyitották a megye legrégebbi gőzüzemű szivattyú telepét is, amely 1970-ben üzemelt utoljára.